Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Mi az ő gondolata? Hogyan érzi magát és mit fog tenni? Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kért tőlem ezt a három kérdőjeles jóslást, vagy egy másikat. A díjam minden jóslásnál 4000 forint, védikus asztrológiával együtt 10000 forint. E-mailen keresztül megrendelhető, ez megjelenik a másik csatornámon, amit úgy hívok, hogy Meisterin des Kartenlegens. Ott vannak ezek a videók, németül és magyarul is. Amikor elkészült a videó áll néven, és feltöltöttem erre a másik csatornára, utána e-mailen keresztül küldöm a linket a videóhoz. Nem szoktam a helyzetet leírni, azért, hogy senki ne ismerjen rád, hogy miről van szó, vagy kikről van szó. Itt nagyon óvatos vagyok ezen a téren. Ami még fontos lenne megemlíteni, hogy most van egy akciós jóslás, egy Valentin napi szerelmi jóslás védikus asztrológiával 6000 forintért, vagy egy szerelmi jóslás gyertyamágiával 6000 forintért, vagy egy szerelmes jóslás egy mediális üzenettel együtt 6000 forintért. Ez a videó február 8-án jelenik meg. Ezen a napon és a következő napokban is kihat ez az energia, Vénusz bolygó jó befolyást kap a naptól és Uránusz bolygótól. Vénusz bolygó az szimbolizálja a szerelmet, vagy utal ránk hölgyekre. A nap besugározza, ez egy jó hatás, láthatóvá tesz bennünket, hölgyeket, megkapjuk az elismerést, megvan a magabiztos fellépés, vagy a nap megvilágítja a szerelmi témákat, amikor így a napokban majd tisztázódik valami. Vénusz bolygó és Uránusz bolygó szintén egy nagyon jó kapcsolatban áll egymással, és Uránusz bolygó az lehet egy kellemes meglepetés, amit kapunk mi hölgyek, vagy Uránusz bolygó jelenthet változásokat is. És ha most ezt tervezed, hogy változzon valami az életedben, munkahelyi változás, költözködés, változik a külsőd, a hozzáállásod, vagy lesz egy új irány a párkapcsolatban, akkor ez most a megfelelő időpont arra, hogy kezdeményez. Jupiter bolygó és Szaturnusz bolygó szintén egy jó kapcsolatban áll egymással. Ez jelentheti azt például, hogy Jupiter bolygó hajlamos arra, hogy eltúlozzon valamit. Viszont Szaturnusz bolygó másképp hat, hiszen korlátoz bennünket. Itt megvan most az aranyút, az arany középút, és lehet jól mérlegelni a dolgokat. Jupiter bolygó az jelenthet egy bírósági ügyet, hiszen képviseli az igazságot, kimutatja az igazságtalanságokat is, és Szaturnusz bolygó most tud segíteni abban, hogy fontos döntések legyenek, hogy minden rendeződjön ezen a területen. És most rátérek a kártyákra. Az első kérdés úgy hangzott, hogy mi az ő gondolata, mi az ő terve, az itt felül látható. Itt a kettes szám, ez lehet egy szerződés,
egy munkahelyi szerződés, vagy egy adásvételi szerződés. Ami a párkapcsolatot illeti, a kettes szám jelent két személyt, téged és őt. Az egyik bot ott van a kezében, ez őt szimbolizálja. A másik bot ott van a közelében, ez téged szimbolizál, de jelenleg eltekint felőled, nem érint meg téged. Úgy tesz, minthogyha nem lenne érdeklődés a részéről, holott vannak elvárásai, hogy közeledj hozzá. És ez a közeledés már itt is látható, sőt, a kelyheknél érzelmekről van szó, és ha te egy hölgy vagy, átnyújtod számára ezt a kelyhet, kimutatod az érzelmeidet, szeretettel, szerelemmel közeledsz hozzá, ő tudja ezt. De úgy tesz, minthogyha nem venné észre, hiszen így magába fordul. De azért ne légy szomorú, mert itt a négyes szám jelenti, hogy nála is megvannak ezek az elvárások, hogy legyen egy stabil párkapcsolat, és itt a kettes szám kettőtökre utal, nincs itt harmadik személy. És most megnézzük az ő érzelmeit. Látható, hogy sokat töpreng, nem tud aludni, vannak nála álmatlan éjszakák. De rendezi a dolgokat, hiszen a kezébe veszi ezt a kardot, és elvágja azokat a dolgokat szimbolikusan, ami ahhoz vezetett, hogy ne tudjon aludni, hogy álmatlan éjszakái vannak jelenleg. Miután ő elvágta ezeket az érzelmeket, ezek lehetnek félelmek vagy bizonytalanságok is, akkor majd olyan felszabadultnak érzi magát. Sőt, mozgásba jön, keresi veled majd a kapcsolatot, beszélni akar veled, hiszen a kard az jelenti a levegő elemét, és a levegő eleménél mindig van mozgás, kapcsolat, döntések és ötletek, beszélgetések. Lehet, hogy ő még várakozó, és nem mondja ezt azonnal ki, de közeledni fog hozzád. És mit fog tenni? Az ő szemében te vagy itt a királynő, és mint királynő uralkodsz a víz eleme felett. És a víz eleme jelenti az érzelmeket. Akkor is, ha jelenleg, meg a következő napokban úgy tesz, minthogyha ő ezt nem venné észre, de látható itt, hogy azért vannak nála elvárások. Itt lesz mozgás, lesz egy új irány. Az egyik partot elhagytátok, ez a múlt. Az új part, ami a jövőt jelenti, még nem látható. Ez egy átmeneti időszak. Tulajdonképpen neki kellene itt vezetni a dolgokat, de nem teszi, hanem azt várja el, hogy te irányíts mindent, hogy te mondd azt, hogy hogyan tovább, milyen irányba, milyen célok vannak. Ő inkább úgy hallgat. Te odafigyel arra, hogy mi a véleményed, hiszen itt látható, hogy beszélni akar veled. Ő nem lesz olyan beszédes, hanem meghallgatja azt, hogy te mit szeretnél elérni. Mi fűz össze benneteket? Az itt látható ennél a magyar kártyánál, amit a férjem készített, és itt ez az ő betű, az ráutalhat, itt van a nagy ő, vagy jelenthet egy nevet, mint például Ödön, vagy jelenthet egy helységet is, ami ő betűvel kezdődik. Itt középen látható a rovás írás, a régi betű, ahogy régen írták ezt az ő betűt, és ennek van egy szimbolikus jelentése.
Ha én megnézem a képet, akkor először is egy hatos számot látok itt. Lehet, hogy ennek is van egy jelentősége. És a hatos szám a szimbolizálja a múltat, az emlékeket. Lehet, hogy valaki visszatér a múltból. És itt ez a szimbólum számomra olyan, mint egy életút, de olyan karikás. Tehát nem egyenes az út, hanem vannak így mellékutak jelenleg, és ezek a vonalak lehetnek találkozások, vagy lehetnek döntések, ami itt van az életutadon. Tehát mondhatnám azt a hatos szám az életút, és ez jelenleg nem egy egyenes út, és akkor itt vannak különböző események, találkozások, vagy fontos döntések. Jó lenne, ha leírnád a kommentárba, hogy te hogy értelmezed ezt a képet, azt is, hogy tetszik-e ez a magyar kártya, mi a véleményed, kíváncsi vagyok erre. És ha tetszett a videó, akkor örülnék annak, ha jelentkeznél a csatornámra, vagy lájkolnád ezt a felvételt. Természetesen meglátogathatsz a Facebook oldalamon is, ebből kettő van, Dendera Medici, vagy Dendera Susanna Medici. És én kívánok nektek egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderám!